A Start mezőgazdasági mintaprogramban résztvevők hónapok óta tartó munkájának már látható eredményei vannak. Az egykori költségvetési üzem területén felépített fólia sátorban nagyon szépen fejlődnek a palánták, és az itt található épületek környezetét is rendben tartják a munkások. Ebben az évben felépült a fólia sátor, valamint megtörtént az összes palántának való vetőmag elvetése a bekevert táptalajba, illetve a szántóföldi kultúráknak az elvetésére is sort került már. Most már itt láthatjuk a fólia sátorban, hogy szépen kelnek a palánták. A paprika, a paradicsom palánták már olyan fejlettségi stádiumban vannak, hogy lehet őket tűzdelni forrakba. Ilyenkor alulról kell őket már locsolni, és akkor a generatív részek erősödnek. Az uborka palánták is majd itt mindjárt megnézhetjük, már olyan nagyságúak, már 4 sziklevelesek, hogy lassan lehet őket kiültetni, úgyhogy megkezdődött az edzésük. Naponta ki kell őket hordani, majd visszahordani, illetve többet kell szellőztetni a fóliasátorban, és így a külső klimatikus viszonyokhoz tudnak alkalmazkodni, így kiültetéskor el tudjuk kerülni az esetleges sokkot, ami a növényeket érheti. A mezőgazdasági mintaprojektben összesen 46-an dolgoznak azon, hogy a növénytermesztés zökkenőmentesen folyjon. A szántóföldön lévő növények vetése szakaszosan, az aktuális vetési időnek megfelelően, a fólia sátorban nevelkedő növénykultúrák vetése pedig egyszerre történt. Füzér Józsefné több éven keresztül dolgozott kertészetben, és nagy szakértelemmel ülteti a néhány centis paprika palántákat a tejfölös poharakba. Paprikát széjjel kell pikírozni, hogy könnyebben fejlődjön. Ezt nagyon óvatosan ki kell húzni, és ilyen gyökérrel arra vigyázni, hogy ne szakadjon meg a gyökere, ilyen hosszúkkal. És utána egy ilyen kis szerszám segítségével belerakjuk. És hogyha ezek készen vannak, akkor át kell áztatni a tövét is. Ezzel a gyökerét szívatjuk meg vízzel. És amíg buborékol, addig kell benne hagyni a vízbe, hogy a növény elég nedvességet szívjon magába. Mivel a fólia sátorban még nem sok munka van, a többi munkás a költségvetési üzem épületei körül teszi rendbe a zöld területeket. A gyomos részeket kapálják fel, virágosítanak, és ahova még tudnak, zöldségeket is ültetnek. Telephely karbantartási munkálatai folyamatosan zajlanak. Most itt láthatjuk, az emberek éppen szedik ki a sok tarackot, rengeteg törmeléket és köveket, gyökeret, mindenféle hulladékot találtak itt a földben. Ez egy hosszadalmas folyamat, de folyamatosan előre haladunk, és reméljük, hogy egy nagyon szép, tiszta környezetet tudunk itt megteremteni a fólia sátornak. Ezen a területen most éppen gyomírtás folyik, mivel hogy ez nagyon csúnya terület volt, ez mostan nagyon sokáig takarítottuk, fákat vagdostunk itt ki, hogy a park rendezett legyen, most virágokat ültettünk, most azok közül a füvet gyomláljuk éppen, de muszáj, hogy szép legyen, rendezett legyen, mert ez nagyon egy elhanyagolt terület volt itten. A mezőgazdasági projektben dolgozók tehát, amellett, hogy a palántákat gondozzák, a földeken is dolgoznak. Amikor pedig az esős idő miatt nem tudnak a szántóföldre menni, akkor sem tétlenkednek, a környezetüket tartják rendben. Hát jó, tűrhető. Én bírom, mondjuk én beteges is vagyok, de azért meg bírom csinálni, mert nekem való a munka. Nem terheled meg magadat túl, de fizetést is kapol érte, nem ezt a 22 000-ért jussz otthon, hanem legalább várok valamit. Mert én amúgy is egyedül nevelem a gyerekemet, egyedül tartok fent házat, azt nekem ez pont jó.
jobb, mint otthon ülnénk. Ennek a szépsége, hát az, hogy egy kis magot elültetsz, azt akkor látod majd, hogy mi lesz belőle a végeredmény, hogy vagy eszel belőle, vagy nem tudom, hasznosítod, meg mindenkinek jó. Én legalábbis szeretem, mert én nagyon szeretem amúgy is a növényeket, meg most, hogy én csinálom, mert még jobban. Jobban megbecsülöm, jobban vigyázok rá, mindenféleképpen jó. Én otthon is csinálom az udvaromat is, a házamat is, de itt is. Általában fontosabb munkát rám bízzák, úgyhogy még jobb kedvem van attól, és még jobban csinálom. A fólia sátorban fejlődő növényekhez nagyobb mennyiségű vetőmagot használtak fel, paprikából például 40 dekát, paradicsomból közel 2 kilót és uborkából 4 kiló vetőmagot vetettek el, majd egyenként palántálták külön poharakba. A szántóföldeken pedig 100 kiló hagymát, 44 kg zöld borsót, 15 kg zöld babot, 1 kiló sárgarépát és 1,5 kiló petrezselyem magot, valamint 145 kg burgonya gumót ültettek el, minden egyes növény kultúrát 1000 négyzetméteren. Éppen a zöldbabnak a kapálását végzik az emberek, a többi kultúrának a gyomlálása, kapálása, agrotechnikai növényvédelme is folyamatosan zajlik, amikor az időjárás éppen engedi. Most esett az eső az elmúlt napokban, de itt a napos időjárás következtében megszáradt a földnek a felső rétege annyira, hogy úgy ismét elkezdhessék a kapálást. A mezőgazdasági mintaprogram résztvevői mind úgy nyilatkoznak, hogy szeretnek a friss levegőn dolgozni, jó érzéssel tölti el őket, amikor a kis magokból kifejlődnek a növények, és ez még nagyobb lelkesedést ad számukra a további munkához. Számomra ez jó dolog, mivel nem kell otthon ülnöm, tudok dolgozni, és időtöltésnek se rossz, mivel nem otthon vagyok, és legalább egy kis pénzt is kapok ezzel. Szabadba vagyunk, kint vagyunk a szabadba. Nincs az a hely, ahova le vagyunk kötve, hogy csak ott lehetünk. Itt levegő is jár, jó idő is van, és még a munkakedv is úgy jó a csoporton belül. Az időjárás eddig kedvezett a zöldségtermesztőknek, és időben el tudtak veteményezni. Az eredmény pedig szemmel látható, bár a gyomnövények mindig nagyobb iramban nőnek. A közmunkások azon dolgoznak, hogy az 1000 négyzetméteres táblákban szép sorban kinőtt haszon növényeket megtisztítsák, megteremtve ezzel a legkedvezőbb feltételeket a fejlődésükhöz. Először vöröshagymát vetettek, utána található itt a bakhátakon a krumpli, ami már kell ki. Itt nagyon szépen láthatóak már a sorok a zöldbabból, amit éppen gyomlálnak, kapálnak az emberek. Utána következik a petrezselyem, utána találhatunk zöldborsót, utána sárgarépát, ismét zöldborsót, majd ismét vöröshagymát. A helyes növényi sorrend, illetve kedvező szomszédság annyit tesz, hogy vannak olyan növények, amik olyan biológiai hatást gyakorolnak egymásra, ami lehet kedvező vagy kedvezőtlen. Itt a szomszédságok úgy lettek kialakítva, hogy mindig kedvező hatást gyakoroljanak egymásra a kultúrák. Amennyiben továbbra is hasonló marad az időjárás, akkor néhány hét múlva a leggyorsabban fejlődő konyhakerti növényt, a zöldbabot és a zöldborsót be tudják takarítani. Ezek helyére kerül majd a fólia sátorban előnevelt uborka, paprika és paradicsom. Természetesen a helyes növényi sorrendet és a kedvező növényi szomszédságot betartva. Például pillangósok mellé mindig gyökérzöldséget ültetünk, mert két pillangós egymás mellett, tehát például a zöldborsó zöldbab kedvezőtlen. Ugyanígy figyelembe vettük azt is, hogy kiültetendő kultúrák lesznek kabakosok, vagyis kabakos az uborka, illetve csúcsorfélék a paradicsom, illetve a paprika, és ezeknek kedvező előveteményül szolgálnak a pillangósok. Tehát nem mindegy, hogy minek mit vetek a helyére, illetve mit ültetek. Ugyanis, hogyha a zöldbabnak a helyére kerülne a paradicsom, vagy a paprika, az kedvezőtlen hatást gyakorolna a mellette levő burgonyára, hiszen ugyanabba a családba tartoznak. Viszont, hogyha ideültetjük majd az uborkát a burgonya mellé, akkor azok nem fogják zavarni egymás élettani hatásait. A helyes sorrend és a növény fejlődéséhez való kedvező feltételek megteremtése nagyon fontos. Ebből is látszik, hogy nagy szakértelemmel végzik a mezőgazdasági mintaprogram résztvevői a feladatukat. A növények védelme érdekében pedig állandó 24 órás felügyeletet biztosítanak a földterületen, hogy a város közkonyháit tudják majd a megtermelt zöldségekkel gyarapítani, támogatni.